Sziasztok, Molnár Máriának hívnak. Ezzel a kis videóval szeretnénk bemutatni az Oktatási és Egészségmegőrző csoport egyik tevékenységét. Környezeti nevelési tréningeket tartunk többek között általános iskolás diákoknak, különböző fejlesztési céllal, illetve interaktív feladatok keretében a diákokat igyekezzük bevonni különböző játékokba is, illetve együtt gondolkodni fenntartható fejlődés különböző problémáiról. Az egyik tréningünkön a vízkészletek megóvása, illetve a vízpazarlás volt az egyik fő témánk. Különböző vízmegtakarítási módok vannak, már magunk is hozzájárulhatunk ezekhez a célokhoz, közvetlen környezetünkben, hogyha odafigyelünk arra, hogy mennyi vizet használunk, például rövidebb zuhanyzással, valamint a főzéskor is. Vízpazarlástól egy rövid videót Sziasztok! Ez egy parti szűrésű kút. A téma pedig, amivel foglalkozunk, olyasmi, amihez mindenkinek napi szinten köze van, hiszen arról lesz szó, hogyan készül a csapvíz.
Magyarországon a háztartások 98%-a részesül közműves ivóvízellátásban, a hálózatba pedig alapvetően négyféle módon kerülhet csapvíz. A négy közül a legjellemzőbb az úgynevezett parti szűrési kutakból való víznyerés. A parti szűrési kutakat, ahogy a nevükben is benne van, folyópartok mellett találjuk, és a víz szűrését egy parti kavicságy végzi. A Dunamenti Regionális Vízmű Verőcei telepén járunk, az itt található közel 40 parti szűrési kútból Vác és a környező települések ivóvízellátását biztosítják. Mi nem a Duna vizét isszuk, ugye, hogy ezt sokan azt gondolják. A Duna táplálja azt a vizet, ami ezen a kavics rétegen, a kavics teraszon keresztül bejut ebbe a kútba. Ezeken a kavicsokon egy biológiai hártya van, amin átmegy a víz, és ez annyira megtisztul, hogy ami ide ebbe a kútba bekerül, az már ivóvíz minőségű, tehát azt mi megihatjuk. Ezek a kavicsok képesek teljesen megszűrni ezt? Igen, mizet. Tehát ez, amit a kavicsok megszűrnek, és ide bejut a kútba, ez már ivóvíz minőségű víz. A meder apróbb és nagyobb szemcsén az évmilliók alatt természetes módon kialakult egy biológiai hártya, ez végzi a biokémiai szűrést, aminek során az ivóvízben nem kívánatos anyagok lebontásra kerülnek. Ez a kavicságy tehát egy természeti kincs, és mivel sérülékeny, a védelme nagyon fontos. Vegyi anyagok például károsíthatják, és egy szennyezés akár a tisztítási folyamat leállásához is vezethet. A Duna vízminősége egyébként az utóbbi 20 évben nagyon sokat javult, köszönhetően elsősorban annak, hogy szigorodtak a hajózási feltételek és a szennyvíz kibocsátása vonatkozó előírások, de az sem elhanyagolható szempont, hogy bezárt jó néhány nagy szennyezőnek számító szlovák papírgyár, és az sem, hogy sok szennyvíztisztító telep épült idehaza. Parti szűrési kutak egyébként nem lehetnek a folyópartok minden részén, csak ott, ahol alapból jobb a vízminőség, például ahol nincs a közelben ipari üzem vagy más szennyező forrás, valamint a partmenti talajréteg is megfelelő. A Szentendrei sziget környéke ilyen, ezért van itt több ilyen kút. A parti szűrés tehát a négy csapvíz kinyerési lehetőségből az egyik. Nyerhető még csapvíz felszín alatti védett rétegekből, aztán a Mészkő és Dolomit hegységek gyomrában található karsztvíz is hasznosítható csapvízként, ott, ahol pedig, ahol az előző három lehetőség egyike sem opció, felszíni vizekből nyerik a csapvizet. Ez utóbbira jó példa a Lázbérci víztározó a Bükk hegységben, amit azért hoztak létre a 60-as években, hogy ivóvízzel lássa el Ózdot és Kazincbarcikát. Na de vissza a Dunához és a parti szűréshez, tehát miután a kavicsréteg megszűrte a vizet, az a csőkútba jut, ahonnan pedig a vízmű gépházának a medencébe. Itt tényleg egy kék overallos szakember lenne a legautentikusabb, de majd, ahogy ez mindjárt kiderül, szőrgalléros poncsóban és szoknyában is el lehet mondani azt, hogy mi történik itt. Tehát mi most a gépházban vagyunk, és itt alattunk található a medence, ami nem látható, de itt van alattunk. És ha megnézed azt a szürke csövet, szivornyának hívják, azokon keresztül érkezik be a medencébe a szűrt víz. A víz, igen, és ezek a hatalmas szivattyúk nyomják ezekbe a másik szürke csövekbe bele a vizet, amiből aztán megy ki a hálózatba, és amin keresztül aztán itt Vácra, Verőcére eljut a csapvíz. Mielőtt azonban a víz a hálózatba kerül, sor kerül a klórgázas fertőtlenítésre is. A klórgázt ilyen 50 kilós palackokban tárolják, 1 liter vízhez pedig 0,5 mg klórt adagolnak. A vízben oldott klór egyébként nem árt az emberi szervezetnek, ami árt, azok az úgynevezett trihalometánok, avagy a szerves klórszármazékok. Ezek határértéke 50 mikrogram per liter, ám a magyarországi csapvizek jellemzően a határérték tizedét sem tartalmazzák. Az ivóvizet egyébként a legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek is mondják, a hatóságok heti rendszerességgel és több mint 56 szempont szerint vizsgálják. A Dunamenti Regionális Vízmű például évente 10 000 vízvizsgálatot végez. A kavicságy által megtisztított és aztán fertőtlenítésen is átesett vizet tehát szivattyúkkal juttatják a hálózatba. És akkor még most szeretnék eloszlatni egy másik nagy tétiket. És mindenki figyelj meg, Kriszta, eloszlat egy nagy tétiket. Igen, igen. Tehát most ezen a vizen nem látjuk, hogy fehér, de ugye sokszor van az, hogy kiengedjük a pohárba a vizet, és fehér lesz. És mindenki azt gondolja, hogy hát ez a klórtól fehér. Nem a klórtól fehér, a levegő buborékoktól fehér, mert hogy akkora sebességgel érkezik a pohárba vagy a kancsóba, hogy tele lesz levegőbuborékkal. De várunk 1-2 percet, és már is
Iható. Jó, tehát akkor elmondtad, hogy te vizet iszol és vizet is prédikálsz. Igen. Most akkor nézzük, hogy milyen. Na nézzük. Jó, ez teljesen jó. Ezzel végeztünk, illetve a történet úgy kerek, hogy miután leengedtük otthon a mosogató, a kézmosó, a kád vagy épp a WC lefolyóján, a víz a szennyvíz csatornába kerül, ahonnan a szennyvíztelepre jut, majd több lépéses tisztítás után újra vissza az élővizekbe. A víz minden élet alapja, jelentőségét sokan sokféleképp megfogalmazták már, de legszebben talán a kisherceg írójának, Antoine de Saint-Exupérynek sikerült. Víz, ha csak az életünk köz lenne szükség rád, de magad vagy az élet. Nincs arra szó, mi fenséges enyhülést ad csodás üdeséged. Hajdan volt erőnk, ha kihúny már bennünk, visszahozod menten, s lelkünk kiapadt forrásai ismét áramlanak rendületlen. Köszönet illet téged, örök hála, te vagy a föld legpompásabb adománya. 2022. júniusában lesz a Tiszatavi, júliusban, augusztusban a Felső Tisza, illetve szeptemberben a Bodrogi verseny. Gyerekek egy Petkupa plakátot tudnak készíteni a környezeti nevelés órákon, illetve mellette készítettünk egy online játékot is, amely az alábbi oldalon érhető el. Az online játék a fenntartható fejlesztésre, illetve a városfejlesztésre helyezi a fő hangsúlyt. Gyerekek ebben a játékban egyénileg, illetve csoportosan is részt tudnak venni. Fejlesztve a gondolkodásukat, illetve a motivációjukat ebben a témában. Itt látható néhány korábbi fénykép a környezeti nevelési tréningjeinkről. Illetve a Bibliából, a Teremtés könyvéből néhány gondolat, és nevezi Isten a szárazat földnek, és egybegyűlt vizeket pedig tengernek nevezi, és látta Isten, hogy jó. Nagyon fontos ezeket az értékeket megvédeni, illetve az a felhasznált szakirodalmak, amelyek a videó létrejöttét segítették. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket, és szeretettel várunk mindenkit a csoportban.